Kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy az iskolánk fennállásának 40. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat első lépéseként felavatjuk névadónknak, Szűcs Sándornak az emléktábláját. Külön tisztelettel köszöntjük Bedő Katát, Újpest önkormányzatának kultúráért és oktatásért felelős alpolgármesterét, Tamás Ilonát, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját, és Vesza Erzsébetet, a polgármesteri hivatal ifjúsági, sport, művelődési és oktatási osztálya vezetőjét. Fogadják szeretettel műsorunkat, melyben Szűcs Sándor életéről és pályafutásáról emlékezünk meg. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A magyar labdarúgó válogatott az 1930-as évektől aratta a legnagyobb sikereit. 1938-ban, majd 1954-ben is a világbajnokságon ezüstérmes lett. Megnyerte a Balkán kupát, aranyérmet szerzett több olimpián is. Ha ezeket a neveket halljuk, Puskás Ferenc, Mozsik József, Hidegkuti Nándor, mindenki a legendás aranycsapatra gondol. Felkészültsége, tudása alapján ebbe a csapatba bekerülhetett volna iskolánk névadója, Szűcs Sándor is, aki a válogatottban 19-szer szerepelt, és 3-szor lett bajnok a lilákkal is. 1921-ben munkás családba született, és már gyerekként nagyon szívesen kergette a labdát. Sportpályafutását a szolnoki MÁV csapatában kezdte, onnan került az UT-hoz Újpestre. Itt telepedett le, alapított családot. Újpesten egy csapatban játszott Szusza Ferenccel és Zsellengér Gyulával, a válogatottban az aranycsapat más hírességeivel is. Játéktudása állandóan fejlődött. Kompóti Kléber Gábor szakíró a munka, a lelkesedés és a megbízhatóság mintaképének nevezte szövetségi kapitánya pedig ezt mondta róla. Ő a kullancsok eszményképe. Ha formában van, nincs center, aki meg tud tőle szabadulni. Ragyogóan fejel, remek a rugó technikája. A magyar sportélet tehetséges labdarúgói közül többen úgy döntöttek, hogy külföldön próbálnak szerencsét. A Pulyka, illetve Málna Szörpece nevű hátvéd is el akarta hagyni az országot, de a diktatúra idővel megtiltotta a külföldre szerződést. Szűcs Sándor és szerelme a rájuk nehezedő nyomás miatt 1950-ben úgy döntöttek, hogy titokban külföldre szöknek, de a terv nem sikerült. Fegyveres szökésért letartóztatták őket, és Szűcs Sándort kivégezték. Halálra ítélték, 1951-ben pedig kivégezték. Szűcs Sándor sporttevékenységével, helytállásával példaképként állítható gyerekek elé. Iskolánk 1993 óta viseli nevét. Kérem Lévai András intézményvezető urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Köszöntöm az avató ünnepség vendégeit, kollégáimat és a gyerekeket. Ritka alkalom egy intézmény életében, hogy emléktábla avató ünnepséget tartson. Annyira, hogy az elmúlt 40 évben ez az első iskolánk történetében. Én már több mint 30 tanévnyitót tartottam, de emléktábla avatót ez lesz az első. De miért is? Ma ünnepeljük iskolánk fennállásának 40. évfordulóját. 40 évvel ezelőtt, 1982-ben tartottuk az első ünnepélyes tanévnyitót. Akkor vette át a beruházótól iskolánk első igazgatóra, Bíró Jóska bácsi, a bejárati ajtó jelképes kulcsát, amit azóta is őrzök az irodámban.
1982-ben kaputnyitó iskolánk épülete egyedül állt itt a semmiben. Akkor még nyoma sem volt körülöttünk lakóházaknak, nem volt körülöttünk se ház, se fa. De én már akkor is itt voltam, és azon kevesek közé tartozom, akik évről évre láthatták felcseperedni az iskola előtti fákat. Nekem ezek a fák jelentik az idő múlását. És persze az a pár ezernyi gyermek, akik a fákhoz hasonlóan itt cseperedtek apró iskoláskoruktól nyegre kamaszokká. 40 évvel ezelőtt még a fehér iskolafalak védtelenül álltak itt a semmiben. Időközben a falak színessé váltak, és fák mögé bújtak. Pedig nem kellene szégyenkezniük. Már csak kora miatt sem, bár ahogy azt mondani szokták, a kor nem érdem, az egy állapot. És mégis büszke vagyok erre a korra. Az emlékeken túl az eredményekre, a sok-sok szorgalmas munkával töltött évekre. Nekem megadatott, hogy részese lehettem az új épület belakásának. Lelkesen hordtuk a bútorokat, rendeztük be a tantermeket. Együtt örültünk az iskola születésének. Együtt leheltünk bele életet, és ez semmivel össze nem hasonlítható érzés. És együtt értük el eredményeinket. Az elmúlt 4 évtized alatt sok szép eredménynek örülhettünk. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi kiváló tanuló és kiváló pedagógus gyarapította az épületben fellelhető kupák, serlegek számát. Bár sosem volt célunk versenyistálónak lenni, de az egészséges versengés bennünk volt. Ez az érzés, ez a küzdeni akarás a születéshez vezethető vissza. Mi az angol tagozatos iskola elődjéből a mindig jó hírű Mód Aladár általános iskolából kerültünk ide. Onnan hoztuk tenni akarásunkat, és ezért akartunk mindig megmutatni a világnak, hogy mi is jók vagyunk, megérdemeljük a figyelmet. Ma már nem a versenyeredményekben mérem a sikert, abban a keresettségben, ami hosszú évek óta megmutatkozik irántunk. A ma ide eljáró gyerekek között sokan vannak, akiknek szülei is ide jártak. A siker az, hogy a szüleitek úgy gondolják, ránk bízhatnak benneteket. Büszke vagyok arra, hogy példaképemnek tekintett bíró igazgató úr magas színvonalú elképzeléséhez méltó iskolát teremtettünk. Az iskola történetében mindig fontos volt az útkeresés. Az egyedi arculat kialakítása. A 80-as évek végén úgy gondoltuk, hogy a tanulás mellett a sport lehet a fő motivum, amivel gazdagíthatjuk az idejáró gyerekek életét. Akkor tájt lettünk testnevelés tagozatos iskola. Testnevelő tanáraink nem csak kiváló pedagógusok voltak, hanem egyben kiváló élsportolók is, akiknek élete volt a mozgás, a versengés. Nekik és a sportkapcsolataiknak köszönhető, hogy tanítványaink között kiváló él- és versenysportolók is vannak szép számban. Az olimpiai bajnok Dombér úr a szomszéd 10 emeletősből járt hozzánk. Halm Roland, a Honvéd valamikori sztárjátékosa, az első itt végzett 8. osztály tanulója volt. De említhetném Kapovári Gábor, Európa-bajnok birkózót, vagy a nemzetközi díjakkal elismert műkorcsolyázó forgótestvéreket, Fandit és Kisrófot, és a sor folytatható lenne. Kézenfekvő volt, hogy a rendszerváltás utáni években, amikor minden iskola az egyedi arculatát kereste, akkor mi egy sportoló nevét vettük föl. Babály László, európai versenyeredményekkel büszkélkedő testnevelő, egyébként atléta kollégám, hívta fel a figyelmünket Szűcs Sándorra, mint az UTE elődjének számító újpesti Dózsa játékosára. Szűcs Sándor kiváló és tehetséges sportoló, példaként állítható szerény ember, akinek sportkarrierjét egy ma már érthetetlennek tűnő zsarnoki rendszer tragikusan ketté törte. Az 50-es évek kommunista gondolkodású nagyurai pusztán elrettentésül törbecsolták, majd mondva csinált okokra hivatkodással kivégezték. Persze a 80-as évek végéig mit sem tudtunk az ő mártíromságáról, hiszen a 90-es évekig fennálló kommunista rendszer titokban tartotta bűneit. Amikor napvilágra került a sok rémség, amit elkövettek, ismerhettük meg az igazságtalanul meghurcolt és értelmetlen halált halt Szűcs Sándor életét. 1991-ben rehabilitálták, a vádak alól felmentették. Úgy gondoltuk, az iskola sportos hagyománya és igazodóan méltó képe lett tanulóinknak a mártírhalált halt sportoló személye.
1993-ban vettük fel a nevét. Azóta már az irodalom, a színház és a filmművészet is emléket állított a tragikus sorsú sportolónak. Posgai Zsolt drámáját az Újpest Színházban mutatták be Halálcsel címmel. Napjainkban pedig az Énekesnő című filmet nézhetjük meg, ami Szűcs Sándor és Kovács Erzsi énekes kapcsolatáról szól. És milyen furcsa az élet. Névadónk fiának, akit szintén Szűcs Sándornak hívtak, osztályfőnöke volt a már említett első igazgatója az iskolának, Bíró Jóska bácsi. És nekem is megadatott, hogy a névadó fiát személyesen ismerhettem, kezet foghattam és beszélgethettem vele. Sajnos időközben már ő is elhunyt. És még egy apró, de véletlen kapcsolódás. Az egyik kis tanítványunk édesapja a birtokosa a Szűcs relikviáknak. Így kapcsolódik össze az iskola és a névadó személye. És fort egyé a név és az intézmény az elmúlt 30 évben. Így lettünk mi szűcsösök. Ennek az egyéválásnak állítunk a mai születésnapon emléket a névadóról készült dombormű felavatásával, leleplezésével. Ezzel a domborművel tisztelgünk emlékének. A domborművet Boncsér Árpád, Holló László és Brassai képzőművészeti díjas szobrászművész alkotta. A vidéken élő, egyébként rendkívül szerény művész nem tudta vállalni, hogy az avatásra utazzon, ezért innen mondok köszönetet a mély átélt alázatért, amivel Szűcs Sándor életét alaposan megismerve mindent megtett azért, hogy a szörnyű tragédia ellenére egy optimistán előretekintő, hitet sugárzó tekintetű embert ábrázoljon. Tökéletes példaképet mutatva így az iskola tanulóinak. Köszönet érte. A hamarosan láthatóvá váló portré szándékosan ejtett történelmi pontatlanság mellett is hitelesen ábrázolja Szűcs Sándort. Ez a látszólagos pontatlanság egyelőre legyen titok, hogy majd egy későbbi kvízjáték megfejtendő rejtvénye lehessen. Mára már szinte mindent tudunk Szűcs Sándor életéről. Nem lengi már körül a titkolózás, a misztikum. Mára már példaképpé nem esedett. A példaképet pedig lássuk minden nap, amikor elmegyünk előtte. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Felkérem Bedő Kata alpolgármester asszonyt és Tamás Ilona igazgató asszonyt az emléktábla leleplezésére, és Lévai András intézményvezető urat, hogy helyezze el az emlékezés koszorúját.